3 évvel ezelőtt került kialakítás ugye a belgyógyászati hitünknek az alapsorába. Két ágyas, külön fürdőszobával ellátott és elkülönítésre minden tekintetben megfelelő kórtermekkel rendelkező. Németh Csaba, a szekszárdi Balassa János kórház főigazgatója éppen arról beszél, hogy 18 beteg elkülönítésére van mód a fertőző részlegen, ha a koronavírus megjelenne Tolna megyében. Kihangsúlyozta, felkészültek egy esetleges járványra, az intézményben dolgozókat felkészítették, hogyan szűrhető ki a betegség, mi a teendő, ha fertőzött beteg érkezik az intézménybe. Továbbá beszerezték a szükséges védőruházatot és takarító, tisztító, fertőtlenítő szereket. De egyelőre nincs ok aggodalomra, Szekszárdon nincs karanténban senki, fogalmazott az igazgató. Ha pedig mégis felmerül a gyanú, hogy valaki koronavírussal fertőzött, egy szigorú protokoll lép életbe. Ebben az esetben ugye vírus diagnosztikát kell végezni, ezt egy hitelesített nemzeti referencia laboratóriumban végzik, ahonnan nagyon rövid időn belül megérkezik az eredmény, és utána további gyógykezelés pedig az eredménytől és a beteg állapotától függ. Az országban egyébként valamennyi kórházban és bentlakásos, szociális szolgáltatást nyújtó intézményben látogatási tilalmat rendelt el az országos tiszti főorvosa az új koronavírus miatt, mivel annak súlyos formája elsősorban az idős és vagy beteg embereket érinti, valamint a fertőzés a zárt közösségekben, intézményekben képes gyorsan terjedni. A szekszárdi idősek otthonában is érvénybe lépett az intézkedés, a szekszárdi kórházban pedig csupán szigorítani kell a már influenza miatt amúgy is érvényben lévő látogatási tilalmon. A rendezvényekre is kihat a koronavírus, sok helyen nem tartják meg a március 15-i ünnepi műsorokat. A szekszárdi operatív törzs legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy csak jó idő esetén szabad téren tartják meg a rendezvényt. Erről Ács Erzső szekszárd polgármestere számolt be. Egyhangulag úgy döntött az operatív törzs, hogy a március 15-i ünnepséget vasárnap megtartjuk, hogyha jó idő van, és szabad téren meg tudjuk tartani. Első helyszínként a Babics került kijelölésre, ott viszont nem fog meglenni az ünnepség, vagy nem tartjuk meg az ünnepséget, hiszen akkor zárt téren nagyon sok ember jönne össze. Eközben az Országos Mentőszolgálat bejelentette, hogy minden megyében, így Tolna megyében is plusz kocsikat állított szolgálatba, hogy biztosítsák a koronavírus fertőzés gyanúja miatti kórházba szállításokat. A legfrissebb adatok szerint 100 000 fölé emelkedett világszerte a koronavírussal fertőzöttek száma, a gyógyultak száma pedig 56 000 fölött van. Eddig összesen több mint 3400-an haltak bele a Kínából indult járványba.